A tudomány eredményei óriási hatalmat adnak a kezünkbe. Kérdés, hogy jól sáfárkodunk-e ezekkel. De ez a probléma, ez a dilemma nem új keletű. Amikor én a Madách Imrének az Ember tragédiáját olvastam, és ott az utolsó jelenetben, amikor Lucifer tulajdonképpen perlekedik az Istennel, hiszen az Isten azt állítja, hogy a teremtés az ő dolga, ugye akkor azt mondja a Lucifer, hogy ezt, ha az ember egykor ellesi, majd vegykonyhájába szintén megteszi, de aztán folytatja, te nagy konyhádba helyzéd embered, és elnézed neki, hogy kontárkodik, kotyvaszt, és magát Istennek képzeli. De hogyha elfecséri és rontja majd a főztét, akkor gyúlsz késői haragra. De hát mit vársz mást egy műkedvelőtől? És ez a nagy kérdés, hogy még mindig műkedvelők vagyunk? Még mindig képtelenek vagyunk a tudomány adta eredményeit megfelelően használni? És hogyan tudnánk a tudomány adta lehetőségeket, tudást átadni az embereknek? És itt a médiának óriási a felelőssége. Tudják, nekem lehetőségem volt 1970-es évek közepén televíziós sorozatokra, és most nézzék meg, hogy akkor ez a népesedés politika részeként másokkal egyetemben, mert például a családi pótlékot is növelték, de azért, hogy milyen drasztikus növekedést értünk el a születések számába. Nekem olyan nagy fájdalmam, hogy mostanában erről megfeledkeznek, hogy igenis a tudomány adta eredményeket a média segítségével tudnák átadni az embereknek, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy minél több egészséges kisbaba szülessen, és mindenkinek adasson meg a szülőségnek az a nagy élménye, amelyet csak a gyermek adhat meg.